De már itt van velünk Charlie és Malek Andrea, úgyhogy átsétálunk hozzájuk. Jó reggelt, köszöntünk, és akkor egy Andrának. Igen, egy boldog névnapot is. Köszönöm szépen. Ezzel a lendülettel. Jó reggelt, szervuszok. Boldog névnapot. Na, köszönöm. Tartatok egyáltalán névnapot? Mert hogy az már olyan... Amerikában nem is tartanak névnapot, tehát csak az olyan... Én szoktam tartani, hogyha a barátaim akarják, akkor szoktam. De az november körül van. Arra még várni kell. Születésnapom után. Igen, bizony. Mi lesz a születésnapodon? Nagyon nagy koncert, ugye? Hát lesz, Győrbe lesz, pont október 28-án. Ott nem lesz a teljes vendégsereg, csak egy pár barátom lesz. Az Győrbe, az Audi Sport Arénába, és hát december 29-én az Arénába. Ahol hát nem akarom elmesélni a vendégeket. Nem lesz sok, de... De azok gondolom olyan vendégek, akik... Akiket én nagyon szeretek, és régi barátaim. És akkor, hogy ugye az nem titok, hogy 70 éves leszel? Nem titok, mert 50-nek nézek ki, úgyhogy minden rendben van. Egyébként azt néztem, hogy semmit nem változott, hogy ez hogy van? Hát szerencsére, hát 2 éve egy kicsit magam alatt voltam, de most minden rendben van. Az a lényeg. Nektek honnan datálódik az ismerettségetek? Mert hogy most lesz egy közös. Nem? Tényleg, hát ez nem is tudom hány éves voltam, de szerintem 20. Amikor a TomTom stúdióban a Dorosmai Péter, aki drága arany, hangmérnök volt akkor már, és az ővé volt a TomTom stúdió, és ott elhívott engem vokálozni. Ez egy nagyon kreatív dolog, meg pláne nagy megtiszteltetés, hogy a Charlie vagy a Tátrai akkori. Tátrai van. New York. De már színházban lemezére írhattam is, és vokálozhattam. És te írtad a vokált. És ez így működik? Tehát ő magának megírhatja, vagy tudtátok, hogy milyen az előélete, mi a családfa, és akkor nem féltetek hát attól, hogy rendben lesz. Mindenki tudott, és hát mindenki tudta, hogy egy zenész, rendkívüli énekes. És akkor már én azért előbb tudtam rólad, mert mentál megnézni téged különböző műsorokban hátul ültem, sőt, azt egyszer voltam is benne, vittem neked virágot, nyomorultak volt. Vittem neked virágot? Tényleg vittél neki virágot? Sőt, akkor is vittem virágot, amikor már nem tudtam vinni. Na, hát én nagyon szeretem az egészet, Malek család. Tehát ő írta a vokált, és tehát, de még előtte is volt egy, amikor a Matyi csinált egy bulit, ahol nagyon sokan voltunk, és erről felvétel is volt. Olyan generál dalok szóltak, ugye? Igen, és akkor a rockszínházasok, meg a generálosok. Igen, a rockszínházasok és a generálosok, igen. És egyébként tartottátok már a kapcsolatot mondjuk színpadon kívül is? Tehát hogy úgy értem, hogy mondjuk itt beszélgettetek, közös társaságba jártatok, volt ilyen... El kell keserítsenek benneteket, de nem. Tehát hogy úgy szerettem én a Charlie-t, ahogy volt, és valószínűleg ő ugyanúgy ismert engem, vagy szeretett, ahogy hát volt. Hát azért elfoglaltak voltunk, hát Andi is, hát mi mindig akkor, a zenészek mindig akkor találkoznak, hogyha valami történik. Hát ez ugye általában, és most is történik valami. Azért jöttem egyébként, mert mondták, hogy még ki lesz, és Andi, hát mondom, akkor jövök. Mert nagyon szeretek televízióba járni. Igen, nem sűrű, nem igen, sűrű látni, úgyhogy ezúton is köszönjük hogy eljöttél. Köszönjük szépen, hogy megköszönni. Boldog vagyok, hogy itt lehet. Amikor 91-ben megjelent a Küszöbön túl, hogy azon ugye például a New York nagyon nagy sláger lett, és gondolom, hogy rengeteget koncerteztetek vele, nem? Tehát, hogy ez így adta magát, hogy akkor te mindig mondjuk mentél a csapat. Dehogyis, hát gondolom, sose voltam egy színpadon még. Én felénekeltem a dolgomat, én a lemezre énekeltem fel, és utána nem, az egy másik. Hát meg ráadásul én akkor musical színésznő voltam. Hát te dolgoztál, mint őrültek. Ja. Hát nem tudott volna jönni. Egyébként pont azon gondolkodtam, hogy nagyon sok Charlie-t hallgattunk mi, amikor én még kislány voltam az autóba szól, és hogy mindig, mivel a te hangodat viszonylag nehezen tudtam volna utánozni, mindig próbáltam a vokált, és most, hogy készültem a beszélgetésre, és mondom, te jó ég, hát én énekeltelek téged az autóba, úgyhogy ezután köszönöm az élményt. Viszont most leszünk egy színpadon. Na végre, mi ez a közös? Hát azért jöttünk egyébként. Meséljetek róla. Mesélsz? Igen, április 25-én lesz a Messiás.ma című rock, nem is tudom, mi rock oratórium, de kicsit még kibővített. Ez egy crossover klasszikus mű, ami maga a Handel Messiása szólal meg különböző, tehát feldolgozásban, nem is tudom, hogy mondjam, tehát hogy inkább elmondom, hogy kik vannak a színpadon. Liszt Ferenc Kamarazenekar, az új Liszt Ferenc Kamarakórus, egy rock színház band, tehát egy rendes rock band, vannak oratóriumi énekesek,
Nagyon komoly énekesek vannak. Klasszikus. Igen, és utána megkérdem. És a színészek, illetve a színész énekesek, akik mi vagyunk így, Karácsony James, és sorolhatnám, óriás. És az egész kibővül az Inverse Dance modern tánc csapattal, tehát hogy ami szemszájnak ingere, tehát az ügy érdekében, mert hogy manapság, ha valaki a művészetet el szeretné juttatni, és ez rajtatok is múlik, a médiákon, hogyha el szeretné juttatni az emberekhez, akkor nagyon nehéz dolga van. Mert az embereknek szükségük van rá, meg nekünk is, hogy eljuttassuk, és ezért ez egy nagyon nagy kihívás, hogy ez milyen formában történik meg. És Várkonyi Mátyás, aki egyébként a Rockszínház akkori igazgatója volt, amikor én ott volt, 19 évesen énekeltem az Evitát, ő lefordította ezt a művet, magyarra. Tehát először hangzik el magyarul a Messiás, és fogta magát, és kitalálta ezt, hogy annak is feltűnjön, vagy ahhoz is eljusson, aki esetleg, vagy mondjuk baromira nem érdeklődik a klasszikus zenére. Hát és főleg az, hogy oratórium, mert még azt mondom, hogy jó, egy musicalre valahogy eltolod a fiatalokat, de az, hogy egy oratórikus műre, ott szerintem mindenki kettőt hátralép, aki mondjuk 20 év alatti, vagy 25 év alatti, és ezért van összeg jó, hogy a rockkal. Én két zenekari próbán voltam, részleteibe vettük fel, most lesz azt hiszem az első próbánk, innen megyünk, amikor úgy egybe látjuk az egészet, én legalábbis egybe fogom látni az egészet, nagyon elcsodálkoztam, nagyon boldog vagyok, hogy részt vettek. Szóval azt el szeretném mondani, hogy nagyon merész dolgot vállaltam, mert én trombitálni fogok ebben a műsorban. És én 25 éve nem trombitáltam, nagyon jó trombitáltam régen, igen, 91-ben trombitáltam utoljára, amikor hazajöttem, mert én sokáig kint voltam, a Tátrai Band előtt, amikor megcsináltuk a Tátrai Bandet, és most elő kellett vennem a trombitámat, két hónapja minden nap gyakorolok egy órát, meg fél órákat, úgyhogy hogy hát a merész államaimban se gondoltam volna, hogy én ezt elvállalom. És olyan, de most már túl vagyok rajta. Igen, de miért vállaltad el egyébként? Tehát, hogy hát az 26 év, vagy mert a Matyi kitalálta, hogy te leszel a trombitás. A Matyi kitalálta. Jó, akkor leszek a trombitás. Én leszek a trombitás, jó. És mondom, hát rázom kell, vagy mit kell csinálnom, F-durba írd meg, mert F-durba nekem könnyű az egész dolog. Hát nem F-durba írtam, hanem a legnehezebb, tehát ugyanis van benne egy C-trombita, úgyhogy nekem ez D-be van, és a legnehezebb. Úgyhogy hát túl vagyok rajta. Végül is boldog vagyok, hogy ha hozzátehettek valamit, hát nekem baráti szálak fűznek, ott csomó barátom van, akiket én szeretek, és már hogyha csak ott találkozunk, már az is nagy dolog. Tehát én trombitálni fogok, és egy nagyon picit fogok énekelni. Én nem is tudom, hogy mit mondok. 4 perc az én történetem ebben az egészben. Ott leszek, és tudom, lehet, hogy sikerülni fog. Ahogy már most láttatok, tehát hogy két próbán túl vagytok, hogy látjátok? Nem, rengeteg próba volt. Rengeteg próba volt, csak külön-külön volt. Hát itt már szerintem 2,5 hónapja mennek a próbák. Hogy látjátok, hogy ki a célközönség, mondjuk életkorba, emberek között, tehát hogy ez, próbáltam így képbe helyezni, tehát hogy egy kicsit hasonlót képzeljek el, mint annak idején a Jézus Krisztus szupersztár volt, vagy mondjuk a kőműves Kelemen nálunk, vagy tehát hogy egy kicsit egy tőlünk messzi dolgot próbáltok úgy közelhozni, hogy az mondjuk a szövegekkel, meg a dallammal tudjak azonosulni, vagy így kiket céloztok meg vele? Hát én nem tudom, hogy kiket célozhatunk meg, én szerintem hogyha már itt vagyunk, és ezt nézik sokan, mert mi is itt vagyunk, jöjjenek el, mert nagy élmény lesz. Hát lehet, hogy kellene ez még rengeteg média történet. Mi összetek palotája? Hát nem tudom, hogy mennyi az érdeklődés. Hát én ki leszek írva a plakátra, hogy Horváth Csárli. Hát jöjjenek a Horváth Csárli, meg a Malek Andreára, és akkor meglátják, hogy milyen csoda fogott történni. Hát persze, hát azért vagyunk mi itt, mert talán valamit letettünk már az asztalra, és hát a kíváncsiak az emberek, hogy itt most mi fog történni. Biztos vagyok benne. 500 éves a reformáció, már csak ezért is. Nagyon sok munka van ebben a dologban, jöjjenek el. Biztos vagyok benne, hogy
eljönnek, és Krisztián, jaj, de gyorsan, kedves. Így a névnapra köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Sok sikert a próbákhoz. A trombitáláshoz. Megyünk is, megnézünk titeket. Ja igen, 23-án lesz egyébként még az első buli. Tatabányán az lesz a bejátszó buli. Tatabányán. Akkor nem csak Pesten, hanem vidéken. Igen, és még le. Hát, hogyha nagy az érdeklődés, akkor ez menjen. Hát sok munka van benne. Legyen így. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek hozzánk.